Szeretettel köszöntöm nézőinket, Kacso Edit vagyok, jó napot kívánok! Magazinműsorunk főszereplője a képzőművészet. Picasso, Hunyadi Mária és Hunyadi László, Vásárhelyi Antal. Grafikai, festészeti munkák, részdomborművek, textilművészeti alkotások, litográfiák, illusztrációk. Címszavakban így foglalható össze mai adásunk. A ma 35 éve elhunyt Zelk Zoltán költő, prózaíró képét látják mellettem, ráemlékezünk. Ér Mihály falván született, Szatmárnémetiben is dolgozott, részt vett az erdélyi ifjú munkás mozgalomban. Pártos költő volt, fel is vállalta ezt, ennek köszönhetően többször is letartóztatták, kitoloncolták Magyarországról. Írásai 1962-től jelentek meg rendszeresen, karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket, verseket, sőt még mesejátékot is írt. Emlékezetes maradt szereplése Szabó István és Sára Sándor Tűzoltó utca 25 szám című filmjében. A nevét viselő alapítvány Zelk Zoltán díjat is alapított 2000-ben. Az alapítvány célja, hogy mind erkölcsi, mind anyagi értelemben segítse a költők munkáját és irodalmi művészeti tevékenységét, a már meglévő irodalmi és művészeti értékek megőrzése és gyarapítása érdekében. Az alapítvány kuratóriuma évente egy alkalommal, minden év decemberében az író születésnapján adja át a Zelk Zoltán díjat. Többek között Borbé Szilárd, Szabó T. Anna, László Noémi is szerepeltek már a díjazottak névsorában. Che viva Picasso, ez a címe a kolozsvári Bánfi palotában megnyílt tárlatnak, amely Picasso grafikáiból, litográfiáiból, könyvillusztrációiból összeállított gyűjtemény. Külön érdekessége a kiállításnak az, hogy a kiállított munkák magántulajdonban vannak. A kolozsvári tárlat május 1-jéig tart nyitva. Nem volt még egy művész, akinek ekkora hatása lett volna a 20. század társadalmára, mint Picasso-nak. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a kolozsvári Bánfi palotában kiállított gyűjtemény tulajdonosa, Tomás Emerling, a Che viva Picasso című tárlatot. Még a festményei nem is láthatók itt, a gyűjtemény Picasso munkabírásáról tanúskodik, hisz több mint 50 ezer mű került ki a kezei közül. Kerámiák, rajzok, litográfiák, olajfestmények. A tárlat olyan könyvritkaságok illusztrációit mutatja be, mint például a De Mémoire d'Homme, az ember emlékezetéről, amely mindössze 350 példányban jelent meg 1950-ben, és a spanyol mester 9 litográfiáját tartalmazza. A kötet a dadaizmus egyik megalapítója, a romániai zsidó származású Tristan Tzára kezdeményezésére született. Picasso soha nem volt elégedett saját munkájával. 20-30 változatot is készített egy-egy litográfiából, de még itt sem volt megelégedve az eredménnyel. Harcolt az anyaggal, a kővel, amelyben rajzait belevéste, és harcolt nagy elődeivel is. A spanyol mester a művészettörténet több ikonikus darabját feldolgozta, újraértelmezte. Kollekcionáló Tomás Emerling a fost regăsim în nu de multe ori, deci de o dată de două, trei ori, pentru că m-am documentat în ceea ce privește partea aceasta de colecție pe care o are, care folosi copii. Nu, cu certitudine, cel puțin din ce am putut verifica, sunt suficiente piese originale, regăsibile în prima și a doua sală. Celelalte, dacă vreți să le numim copii, nu sunt copii în adevăratul sens al cuvântului, adică că ar fi ceva tras la xerul și așa mai departe. Sunt părți din cărțile pe care le-a ilustrat Picasso, cărți care au cunoscut tiraje de 200-300 de exemplare, toate exemplarele au fost numerotate, toate gravurile au fost realizate de el pe o matriță și apoi multiplicate pentru a face
parte din aceste cărți, dacă din punctul ăsta de vedere considerați că sunt copii, evident sunt copii, el a, Pablo Picasso a intrat într-o afacere cu aceste edituri, i s-a cerut acest serviciu, nu putem pretinde cuiva ca fiecare carte să poartă, să poartă însemnele manuale ale desenului. Ar fi o, o nebunie în primul rând. În al doilea rând, eu vă spun ca tot ca un semi-creator, să spunem într-un alt domeniu, că orice relectură a textelor mele aduce un alt text. Revin la ideea de bază, această expoziție, din punctul meu de vedere, are o valoare educativă, ea este destinată educării tineretului și nu numai în ceea ce, ca, o, ca o mini-introducere în opera de gravor și de, de grafică, tot ce a elaborat din punct de vedere al graficii Picasso, peste două săptămâni, dacă mă gândesc bine, va fi și o săptămână care se numește Școala Altfel. Această expoziție este destinată și acestor tineri care, în loc să se frământe unde vor fuma în fața barurilor, vor veni aici la noi să privească aceste lucruri. Am asigurat un ghidaj de înaltă calitate. Fiecare exponat sau fiecare sală care reprezintă un ciclu din biografia lui Picasso are texte explicative. Ca atare, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cât se poate de onorabile și bine alcătuite. A Que Viva Picasso című kiállítás május 1-ig látható a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumban. Az Üzenetek fémben, kőben és textilben című kiállítás Bukarestbe is elért. A Balassi Intézetben Hunyadi Mária és Hunyadi László közös tárlatára sokan voltak kíváncsiak. Gyapjú és részdomborművek, textilművészeti alkotások, bronzplakettek, kis szobrok sorakoztak. Ezek mind-mind egyedi üzeneteket hordoznak, és egymás mellett másfajta értelmet is nyernek. Művészházas pár kiállítását ugyancsak egy pár nyitotta meg. Mircea Dumitrescu grafikus, szobrász, valamint Orbán Anna Mária, a Bukaresti Művészeti Egyetem tanára, Hunyadi Mária egykori tanítványa. Mindketten felemlegették a hunyadi művészpárhoz fűződő emlékeiket, beszéltek alkotásaik témáiról, illetve hivatástudatukról. Hunyadi László Marosvásárhelyen végezte a művészeti középiskolát, majd a kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán fejezte be szobrászati tanulmányait. Dolgozott a Marosvásárhelyi Állami Bábszínháznál, majd a művészeti középiskola tanára volt 1978-ig, azóta szabadfoglalkozású művész. Hunyadi Mária a bukaresti Nikolai Grigorescu képzőművészeti főiskolán tanult épp 50 évvel ezelőtt, majd a kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán végzett, 1971-től pedig a Marosvásárhelyi Művészeti Középiskola tanára volt nyugdíjazásáig. Az a 2,5 év, amit itt töltöttem, az gyönyörű volt. Akkor egy kicsit más volt Bukarest, nem volt ilyen óriási forgalom. Viszont maga az évfolyam, amelynek tagja voltam, csodálatos kolléganők, nagyon szerettem Bukarestet kívülbelül, nagyon szép emlékeim vannak. Most, ahogy végig, hát olyan rég volt az, hogy természetesen, hogy megváltozott, esetleg ezek a kis utcák, amelyek olyan nosztalgia ébresztőek, és úgy visszavágynék, ha csak ilyen lenne az új negyedek nem lennének. Nemrég Márton Árpádnál voltam Csíkszeredában, és ott felemlegetődött az ön neve, azt hiszem, hogy az Izsák Márton szobor kapcsán, hogy ön mentette meg, jól emlékszem? Tehát a Márton Árpi szobrát, amit Izsák Marci készített. Ja, igen. Igen. Ugye? Igen. Ugye? Most van egy ilyen generáció, ugye, akik Gál András is most lesz 80 éves, tehát biztosan tudják ezeket így egymás között. Hogy tekint így vissza ezekre az évekre? Hát,
nagyon szép emlékek kötnek össze. Együtt diákoskodtunk, együtt mentünk mindenhova, nagyon jó barátságban voltunk. És aztán, hát nem mondhatnám azt, hogy szétsodort az élet, de távol vagyunk már egymástól. Megöregedtünk, Gál András igaz, hogy már nincs ottan, kijött. Marci még jár néha vásárhelyre, jön a családhoz. A tárlat anyaga válogatás egy művészházas pár életművéből, amely arról tanúskodik, miként hat egymásra, hogy tudja egymást inspirálni két művész, hogyan tud harmonikusan egymásért és egymásnak alkotni. Nyernek egy plusz értelmet azzal ezek a munkák, hogy együtt vannak, így együtt. Ez a kiállítás már megjárt ugye több várost, itt ez itt egy utolsó állomása, ugye Magyarországon is volt. Hogy született meg ez, hogy így akkor legyen? Mert hát tudom, hogy volt néhány év, amíg nem volt csoportos, közös kiállításuk nem csoportos. És akkor aztán egyszer csak lett. Igen, hát addig mondjuk azt, hogy készültek a munkák, és egyre jobb, egyre erősebb volt az a meggyőződésünk, gondolom az övé is, hogy a két anyag, a textil melegsége, a vörös és sárga rész anyaga, annak is a melegsége, az, ami úgy összehozza az én munkáimat az övével, és nem utolsó sorban a tény, hogy én is domborítok idézőjelben, tehát úgy egymásra hangolottunk azáltal, hogy úgy egy kicsit úgy emlékeztet a domborításra, tehát én is plastikában, plastikus felületben fejezem ki a gondolataimat, ezért és azért szeretem is, hogy egymás közelében is legyenek a munkák, amikor ki vannak állítva, nem csak egy teremben, ott látszik is, hogy vagy egy, volt olyan hely, ahol a munkák közé helyeztük a fémeket, itt pedig alatta mindenképpen. Tehát szerintem maga a domború plastikus felület az, ami, és a színek melegsége, a fém melegsége, ez ami a kettőt úgy egy közös nevezőre hozza. És amikor készülnek ezek a munkák, akkor a fizikai közelség is megvan a művészek között, vagy akkor távolság kell? Oda muszáj távolság. A távolság az 4 kilométer, a lakás és a műterem. De azért én mindig meg szoktam kérdezni a véleményedet, kell emlékezni. Hát igen, egymás véleményed, de azt viszont nem szeretem, hogyha valaki mellettem van, amikor dolgozom. Tehát az egy abszolút szubjektív, elszigetelt környezet, amiben én alkotok, és hát ő is nyilván, és akkor aztán inkább a kész, a félkész munkát nem szeretem mutogatni, de utána a nagy bírálat megvan, tetszik. A kiállítás egyfajta visszatekintést nyújt az utóbbi évtizedek alkotói tevékenységére. Fali textilek, szoborportrék, fémdomborított reliefek együttese volt látható a tárlaton. Mi a kedvenc munkája önnek, amit a férje készített? Mondjuk, amit itt látunk azok között? Vagy... Hát az a három fém az természetesen a kedvencem, a fémek, a fémplasztika, azokat nagyon-nagyon szeretem. És önnek? Mondjad, hogy mindenik. Hát éppen ezt akartam mondani, mindenik. És szinte egy új műfajnak tartom. Még nem találkoztam sehol plastikus perzsa szőnyeggel. Nem is szőnyeg, mert gyapjudombor művek. Még egy nagyon fontos dolog, és ezzel be is fejezem, hogy tudjanak majd menni, hogy azt hiszem, hogy mind a kettejük egy óriási listát tudnak felmutatni a tanítványokról. Ugye? És akkor, amikor velük találkoznak, és ők látják ezeket a munkákat, vagy hát még beszélgetnek, akkor az milyen? Sőt, végtelen... Egy volt tanítványom van a közelemben. De hogy mekkora öröm számomra az, hogy aki a munkáimról fog beszélni, egy volt tanítványom, Orbán Anna Mari. Még van egy másik kedvenc tanítványom, aki a kerámia felé evezett, Padurec Móni. Igen, hát sorolhatnám Vásárhelyen is,
a Vásárhelyi Művészeti Középiskola jelenlegi igazgatónője, Vér Renáta volt tanítványom. Nagyon büszke vagyok erre, nem csak azért, hogy ezt elérték, hanem azért is, hogy volt értelme, és talán hozzásegítettem egy kicsit valamivel, és hogy jól foglalkoztam velük, hogyha ilyen szép eredményeket értem el, értek ők el. Viorel Farkás, Szilágyi Laci, Juhos Laci is elment. Igen, de ők is mind kiváló művészek lettek. Úgyhogy, tehát akkor viszik tovább a Hunyadi nevet, hogy úgy mondjam, idézőjelben. Hát esetleg megemlítik. A képszövő és a képfaragó, ahogy valaki nevezte az alkotókat, néma, de nagyon látványos formába viszi gondolatait, mondani valóit. Ezek szépen, egymásba fonódva hordoznak egyedi üzeneteket nézőik számára. Hunyadi László épp a napokban vette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét Csíkszeredában, gratulálunk mi is neki. Pontosan egy nappal a Hunyadi házaspár kiállítása után az Art Yourself galériában Krisztina Iliescu és Vásárhelyi Antal csoportos képzőművészeti tárlata nyílt meg. A szatmári születésű Vásárhelyi Antalnak, a Magyar Részkarcoló és Litográfus Művészek Egyesületének elnökének több egyéni és csoportos kiállítása is volt már az országban. Jelenleg Magyarországon él és alkot. A szatmárnémeti születésű Vásárhelyi Antal Bukarestben végzett belsőépítészeti és grafikai tanulmányokat. 1979-ben telepedett át Magyarországra, majd mintegy 4 éven keresztül a Budapesti Fiatal Művészek Klubja művészeti vezetője volt, kiállítások szervezésével, társművészeti programok rendezésével foglalkozott, majd 89-ben Németországba költözött. Napjainkban újból Magyarországon él és alkot, budapesti műhelyével is segíti a kiemelkedő művészi tevékenységet folytató grafikus művészek szakmai munkáit. A 80-as évek közepén részt vett a kísérleti művészet és a művészet ma nemzetközi kiállítások megszervezésében. 1988-ban a Hiány című társadalmi és művészeti folyóiratot szerkesztette. Nekem annyira érdekesnek tűnt az életpályája, hogy ugye kicsit utána olvasgattam, hogy hát végül Szatmár Németiből indult, aztán egy jó nagy kerülő Bukarestet is érintette ugye az egyetem, majd egy kis Kolozsvár, és akkor úgy szépen el az országból. És akkor vannak ilyen állomások, amik úgy érdekesnek tűnnek, hát ezen a hármon kívül, amit már ugye felsoroltam, és akkor az a Németország, meg utána megint vissza Magyarország. Ezek így hogy, tehát ez egy állandó keresés, vagy egy az otthonnak a megtalálása? Mert ugye visszaköszön a munkáiból, és az, hogy az örök otthont keresi, hát önt idézem. Tehát ez valami ilyesmi? Hát lehetséges, nem tudom, én konkrétan nem hiszem, hogy erről szól a dolog. Mindig a véletlen hozta, hogy tovább álltam, vagy tovább mentem, tovább kerestem. Németországba úgy kerültem, hogy végül is el kell döntsem, hogy grafikus leszek, vagy politikus. És hát a grafikát választottam, és így kerültem ki Németországba. Nagyon jól döntött szerintem. Ezt mondja? Hát ne. Szerintem, igen. Pedig azért ott volt egy olyan társaság, akik között ön mozgott, hát ugye Orbán, meg Demszki, meg mindenki, hogy azért lehetett volna más útja is. Így van, mert tényleg elég sok barátom van még most is a politikában. Igaz, hogy egyesek már nem hiszem, hogy úgy tekintenek rá, mint barátok, hát nem tudom, mert ugyanis emberek elég sokkal megváltoztak. Én mondjuk hála Istennek maradtam a régi, és azt csinálom, amit úgy szerettek. Szóval a politika aztán megeszi az embereket. A művész meg próbál megfelelni, hogy a néző, hogy megértse, mit akar mondani, és
Hát lehet, hogy most bele fog bonyolódni egy kicsit ebbe a dologba, de szóval a lényeg az egésznek az, hogy nem bántam meg én se. Nem bántam meg én se, mert azt csinálhatok, amit én akarok. Szóval én mindig arra törekedtem, hogy a munkáim nem mindig valamit kiszolgáljanak, hanem inkább, hogy megértsék az emberek, és üzenek valamit tőlük. Hát aztán mennyire milyen siker, azt nem tudom. Bár egyetemi tanulmányait Bukarestben végezte, és több csoportos és egyéni kiállítása is volt itt, kellemetlen emlékek is fűzik a fővároshoz. Meghívtak a Krakói Biennálére, annó még a 70-es években, és hát elhoztam Bukarestbe ráadásul a képeket, becsomagolva, és úgy, ahogy letették ott az OHP-nak, ahogy átvették, úgy is vettem vissza ugyanazon a helyen, szóval ki se küldték. És akkor kicsit úgy begorombultam. Mondjuk ez csak egy valami volt a tetejében, de tényleg úgy nem éreztem jól magam. Szóval diktatórában nem szoktam jól érezni magam, de azt mások is így vannak vele. És én tettem is érte. És hát úgy volt, ugye, hogy ugye ez volt a legjobb megoldás, mert mást nem tudtunk találni, mert én először voltam külföldön, amikor végleg elhagytam az országot, amíg ki se tudtam menni. És fiatal volt, mikor kikerült, és akkor ott hogy tudott beilleszkedni? Vagyis hát nem tudom, hogy akkor milyen lehetett a képzőművész élet Magyarországon, de hát ugye ön ott próbálkozott egy fiatal művészek klubja, ugye, vagy igen, hogy hívták, igen. Ami aztán ott is voltak valami botrányok, hát, vagy igen, valami. Igen, mindig valami volt körülöttem. Szóval a lényeg az egésznek az, hogy tényleg nagyon nem igazán volt jó a fogadtatásom, mert ugye volt előttem egy másik erdélyi származású művész, aki kiment Magyarországra, és akkor onnan azonnal dobbantott. Na, utána mentem összen egy hónapra rá, és megkérdeztem mindenkit tőlem, hogy ameddig akarsz itt maradni. Hát mondom, én itt szeretnék maradni. Na hát a másik, hogy hát majdnem senkit nem ismertem, de aztán mindenkit megismertem végül is, mert olyan alkatom van, hogy én jóba vagyok az ellenséggel is. És hát igen, többet kellett, ugye, ahogy mondjuk itt Bukarestben is, hát többet kellett teljesíteni, mert csak úgy tudtál bejutni valahova, hogyha ha legalább kétszer annyit tudsz, mint mondjuk, mint az itteni honos lakos. Na, ott is ugyanúgy az volt, hogy kétszer többet. Hát mondjuk a munkához hozzá voltam szokva, szóval nem volt nekem fárasztó. És ha esetleg valakiben felmerül a gyanú, hogy Vásárhelyi neve ismerősen is csenghet, nem csalódik. Híres felmenője Vasarely Viktor, akitől bár segítséget remélt, nem kapott. Vasarelyre haragudott? Igen, mindig elküldtem azokat, ahol együtt jelentünk meg. Igen, mert én azt hittem, hogy is fog nekem segíteni, szóval igen. Amikor Párizsban volt a kiállításom, elküldte ugye a fiát, hogy nézze meg azért, hogy mit csinálok. De aztán nem akartam én sem menni hozzá, nem is akartam fölvenni. De most ez szerintem egy butaság volt, akkor még nagyon gőgös voltam, és most már úgy bánom, mert hát elment, ugye. És ugye érdekes lett volna, leüljünk és beszélgessünk. Aztán igen, akkor haragudtam rá, de mondom, hogy most már bánom valahol. Mesterének a holland Eschert tartja, akit fametszeteiről és kőnyomatairól ismerünk leginkább, amelyeken általában lehetetlen építményeket ábrázolt, a végtelent vizsgálta, vagy olyan kapcsolódó geometriai formákat rajzolt, melyek fokozatosan teljesen más alakot öltenek. Vásárhelyi képeiben az építészeti elemek legfőképpen az európai és egyiptomi architektúra remekeire, közös kultúrkincsünkre való utalásként jelennek meg, az általuk létrejövő terek a hagyomány újrafelhasználásának, hatásának kérdéseit vetik fel. Mikor vannak ezek a kicsit különbözőbb munkái, mint például most itt utalok a József Attilás kötetre, vagy az ember tragédiájára, akkor az hogy, tehát jön egy olyan, hogy akkor most már valami másat, valami társművészettel közösen jobban megy, vagy hogy van az?
Hát én mondjuk mindig szerettem, hogyha ötvözöm a dolgokat. Mondjuk, mikor kivoltam Japánba, akkor azt tetszett, egy magánegyetem hívott meg, és ott, mikor bementem a műterembe, akkor egy ilyen hagyományos technikától kezdve, szóval egészen az ultramodern hangtechnikáig, és azt ötözzik a látványt a hanggal, a mozgással, a zenével, ezek annyira megfogtak, hogy annyira fantasztikusan használták ezeket a dolgokat, hogy én ezt én magamnak úgy példaképnek hoztam, hogy megpróbálok én is ne csak egy dimenzióba, hanem több dimenzióból kimenni. Ezért is próbálom mondjuk ezeket a munkákat úgy láttatni, hogy több dimenziósok. Hát még nem tartok ott, hogy tényleg ki tudjak igazán lépni a térbe, de törekszem rá, hogy én is, hogy be lehessen menni a térbe, vagy megtapasztalni a teret belülről is, vagy kívülről is. A másik dolog, hát mondjuk a madács, az irodalom meg arról szól, hogy ez a véletlen volt, mert tavaly egy kicsit ugye gödörbe kerültem anyagilag, és akkor ki kellett találjak valamit, hogy na most akkor csinálok, és azt eladom, hát ha van rá kereslet. És akkor néztem, hogy van 15 ember, aki szponzorált engem havonta egy 20 000 forinttal, ami arról szólt, hogy 6 hónapig megkapta az eredeti munkát, és megkapta majd egy mappát ebből. És akkor ez nekem feladat volt, kihívás is volt igazán, mert azt kell mondjam, hogy mikor még gyerekkoromban olvastam a madácsot, nem voltam oda tőle, nem úgy maradt meg bennem, hogy én ezt valahogy illusztrálom. És azt kell mondjam, hogy fantasztikus, most már dolgokat tudok, már fejből majd nem tudom mondani a könyvet, mert annyira átnézte, meg annyira átolvasta, meg annyira át kellett, hogy tudjam kiragadni azokat a gondolatokat, amiket meg tudok majd rajzolni. És azt kell mondjam, hogy a 21. században is áll a madács, üzenettem most is neki. Szóval én mindenkinek ajánlom, hogy olvass el újra, mert a gyerekkori madács az gyerekkori madács, a mostani madács meg egészen más. Elkértem 15 írót, akiket arra kértem, hogy kézzel írjanak 2-3 gondolatot a madácsról, vagy az ember tragédiára erről. És érdekes, hogy mindenki másképpen nyúlt hozzá, pontosan úgy, hogy nem dicsérőleg, hanem hogy na mi lenne, hogyha mondjuk a madács most írna, és akkor mit írna a színekbe be, és milyen történéseket. Szóval hogy érdekes. Nem akarom azt mondani, hogy éppen, hogy hát úgy néz ki, hogy jó kötet lesz belőle, mert érdekes lesz, hogy színesíti egy kicsit megmutatja azt, hogy más is hogy gondolja a madácsot. Szóval ezért lesz úgy érdekes a dolog. És hát mondjuk Alföldi Robit szeretném fölkérni, aki hát ugye megrendezte a madács ember tragédiáját, hogy írjon, mert ő nem csak abból a szempontból, hogy mit lát, hanem, vagy mit mutatott meg, hanem, hogy mit lát is most egy másik. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz a sors, hogy fog ez összejönni. Nagyméretű, geometrikus, többnyire fekete-fehérben komponált, a leggyakrabban architektonikus elemekből építkező lapjain, az elvont formákat gyakran figurális részletekkel társítja,
A tárgyilagos, hűvösen elemző hang ironikus vagy drámai mozzanatokkal gazdagodik. Vásárhelyi Antal több műve is egy szimmetria tengely által egy jobb és egy bal oldalra bontható, de apró részleteiben különbségek fedezhetők fel a két fél között. Sőt, akadnak olyan alkotások is, amelyeken szimmetrikus és aszimmetrikus részek váltják egymást, illetve különböző geometriai transformációk által egymásba vihető részletek keverednek egy kompozíción belül. Ez a dualitás a sokszor diszharmonikusnak ható elemek, momentumok egymást erősítve hozzák létre az egységet Vásárhelyi Antal festményein. Azt szoktam mondani, hogy a geometriában mindent ki lehet fejezni. Ugye az ember tragédiájában is, ami mondjuk nincs, az urat én nem öregembernek, nem figurának ábrázoltam, hanem megpróbáltam egy körrel, egy négyszöggel és egy háromszöggel, ami szerintem a tökéletes forma ebben, hogy hát ő azt úgy átfogja, és abba ő az úr, vagyis ő a hatalom, a teremtő, és így tovább. Én nálam a geometria tényleg valamilyen formában mindig valamit üzen, vagy valamit elrejtek mögött, valamit, ha akarok, valamit fáj nekem, vagy éppen örülök, akkor a geometriával ki tudom fejezni. Van, aki észreveszi, és tetszik neki, vannak nézők, akik csodálkoznak, hogy megkérdezik, hogy vonalzóval, mondom, vonalzóval, igen, meg körzővel, meg néha görbe vonalzóval húzom a vonalakat. Szeretem, ezek ilyen mandaláknak szoktam mondani, hogy szerettem csinálni, mert akkor ott abba élek benne, és akkor az minden, amit ki akarok mondani avala történéssel, akkor azt úgy átélem, vagy megpróbálom a nézőnek is ugyanazt megmutatni. Vásárhelyi Antal édesanyja zsidó volt, míg apja református. Bár ő maga soha nem keresztelkedett meg, munkáiban fellelhetőek a vallásos tematikák is. Ez a vallási sokszínűség hatott, tehát azért én csak látok itt valamilyen fajta, hogyha nem is kimondottan a szimbólumokat, de azoknak a stilizált formáját. Ugye a zsidó vallásban nem, embert nem ábrázolunk, ez benne van a Tórában, de én csináltam embereket is, hogy nem volt perőd, és mikor nem rajzoltam meg figurát. De van, mikor más, nem lehet másképpen csak figurával helyettesíteni azt a dolgot, amit el akarsz mondani. Hát ez a kettőség, ez mindig olyan érdekes volt számomra, mert hogy román óvodába járattak, mert szerintem a szüleim látták, hogy itt ez nem fog visszacsatolódni egy hamar Magyarországhoz ez az erdélyi rész. És szóval mindig, hogy kilógtam innen is, onnan is, amonnan is, ahogy csak megfordultam, mindig úgy néztek rám, hogy a másik. Na most hát ez a másság, hogy nem elvitt engem egy ilyen depresszióba, egy ilyen magányba, hanem pontosan megpróbáltam azt fölvállalni pontosan akkor, mikor kellett. Már olyan értelemben, amikor ebből valamilyen hasznom lehetett volna, akkor nem voltam se zsidó, se az, hanem pontosan ellenkezőleg. De pont az volt, hogy adott egy ez a másság egy érdekes előnyt. Vásárhelyi Antal gyakran jár haza. Több tárlata volt már Székelyföldön, de Szatmáron is. Nagyon szeretek visszajárni tényleg a Székelyföldre, a Szatmár környékére, vagy Kolozsvár környékére, mert megtalálom azokat, amit gyerekkoromban ugyancsak átéltem. És ezeket hát lehet hagyományőrzésnek is nevezni, vagy nem tudom, de örülök, mikor hát igen, látjam, most is azt mondtam, hogy hazajövök, szóval ez milyen érdekes, hogy ha Magyarország megyek, akkor is azt mondom, hogy hazamegyek, ha Romániába vagy Erdélybe megyek, akkor is hazamegyek. És
Mondjuk most már Németországban nem mondom azt, hogy hazamegyek, pedig ott is lehúztam 10, mert csak ott az a családom volt ott, ugye kötődés nem igazán volt Németországhoz. De hát így hozta a sor. Vásárhelyi Antal képei által hol kint vagyunk, hol bent, hol fent vagyunk, hol lent, hiszen a lépcsők, kváderek, tornyok, kockaszerkezetek, íves átjárók útvesztőiben bolyongunk. Egy-egy képelem épp úgy lehet kitüremkedő falfelület, mint átjáró, illetve kapu, amely a végtelenbe vezethet. Megszűnnek a terek, idők megszokott és tudott viszonyrendszerei. Egyik térdimenzióból a másikba bukdácsolunk, miközben időutazást is teszünk. Múlt héten zajlott versünnep, majd minden erdélyi városban a Magyar Költészet napját tartottuk. Mára egy József Attila verset választottunk nézőinknek. A Dunánál című költemény épp 80 éve látott napvilágot. Elmondja Csiki András, a felvétel 1975-ben készült. Orsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, veszel, kalapál, vályogat vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás, és mint édesanyám ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső módra hult, szüntelenül, mi tarka volt, a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felé. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éven nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat. Én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyengelétemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok, minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog e szívben, melye múltnak már adós a szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Vers után egy dal következik. Egy tehetséges fiatal csapat zenés animációját láthatják adásunk utolsó perceiben. Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? I'll take it. And what? But then you could swallow it. And it'd all dissolve, see? And the moonbeams would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Ma Zelk Zoltánra emlékeztünk halálának 35. évfordulóján. A József Attila halálára írt költeményének első részével búcsúzunk. Ablakban állsz, nézed a sötétet, a tájat, mely fölfalja önmagát. Szörnyű torkában tűnnek már a házak, fogai közt megroppannak a fák. Övé táj,
ez volt Ruth birodalma, s most pusztul ím, nem is táj volt, de láz. Kigyulladt esze, hímezte a földre, s hogy ő elment, hát tűnik a varázs. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok. Nézzék a magyar adást, viszontlátásra! Andi, legelőször arra kérlek téged, hogy mesélj nekem a múzeumról, a felépítéséről, és mi a különleges benne. A mi osztályunk 9. osztályban vette át a múzeum vezetését, és nekünk az a feladatunk, hogy hagyományőrző napokkor és iskola látogatásokkor más iskoláknak, osztályoknak bemutassuk az iskola múzeumát. Kati, akkor téged kérlek meg, hogy mesélj nekem a múzeum tematikájáról, illetve a fontosabb tárgyakat emeld ki belőle. Ebben a részlegben egy osztálytermet láthatunk. Egyenruhák vannak kiállítva, kisebb-nagyobb egyenruhák, valamint megtalálhatunk íróeszközöket, füzetet, könyvet, palatáblát, mindent, ami kellett a tanuláshoz.